A Jobbiknak van javaslata az ingatlanokra felvett lakossági devizahitelek megoldására. Szerintük a magánnyugdíjpénztártól befolyó mintegy 3000 milliárd forint fedezné ennek az átváltását. És követelik Simor András jegybankelnök menesztését is, szerintük Simor a magyar gazdaság érdekeivel ellentétesen intézkedik. A Jobbik úgy véli, megtalálta azt a pénzforrást, amiből segíteni lehet a bajba jutott devizahiteleseknek. Szerintük forintosítani kell az ingatlanokra felvett lakossági devizahiteleket, amelyek összértéke eléri a 3000 milliárd forintot. Éppen annyit, amennyit a büdzsé a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításából kap. Azt viszont követeli a Jobbik, hogy váltsák le Simor András jegybankelnököt. Lenthart Balázs, országgyűlési képviselő Jobbik a vendégem. Magyarán arról van szó, képviselő úr, hogy azt a pénzt, amit most államosítanak, ugye a magánnyugdíj pénztári befizetéseket, ezeket önök úgy gondolják, hogy vissza lehetne privatizálni. Ha nagyon leegyszerűsítjük, valami erről szóló történet van a háttérben. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az államosítással nyerhető nagyjából 3000 milliárd forint fedezné azt a szükségletet, amit nem feltétlenül privatizálásként, inkább egyfajta háttér biztosításként állna az állam rendelkezésére. Ugye az elmúlt 15 évben három nagy hullámba konszolidálták a banki tartozásokat adófizetői pénzekből. Itt az ideje, hogy egyszer a lakosságon is segítsünk jelenleg. Ez az egyik legkomolyabb társadalmi probléma. Magyarán a magánszemélyek által befizetett, vagy megtakarított, befizetett magánnyugdíj pénztári pénzekből azt átforgatnák, és a devizahiteleket forintosítanák. Azért ez így nem pontos. Tehát rosszul fordítom ezek szerint. Meg kell az egész devizahitel portfóliót, ami jelzáloggal a ingatlanokra van kötve, vásárolnia az államnak, a bankoktól egy diszkontáron. Ehhez szükség van erre az állami forrásra. De ez később megtérülne. Tehát a lakos akinek most jelenleg devizahitele van, az ugyanúgy kellene törlesse ezt, csak nem ilyen kiszolgáltatott módon a kereskedelmi bankoknak, ahol teljesen ugye nyíltan rabolják ki őket. Most én lehet, hogy sarkítva fogalmaztam, vagy sarkosan fogalmaztam, de higgyel, nem én lennék az egyetlen, hogyha ez korábban megjelent volna, mondjuk akkor, amikor a kormánynak még csak szándékában volt, hogy államosítsa a magány nyugdíjpénztári befizetéseket. Ha akkor önök ezzel előjönnek, már nem bocsánat, tudom, hogy hogyan sikerült volna. Nekünk a választási kampányban benne volt már ez, hogy a devizahiteleket, amik jelzáloggal terheltek, azokat forintosítani kell. Képviselő, most nem arról beszélek, hanem a pénz forrásáról beszéltem. Tehát azért nem mindegy, hogy honnan az ötlet, a pénzt. Persze, most ez a 3000 milliárd forint miatt van, mert szerintünk sokkal hatékonyabb, hogyha végre a lakosság terhein tudunk érdemben csökkenteni, mintha egyéb folyókiadásokra is mondjuk az államadóság minimális csökkentésére fordítják. Márpedig a kormányzatnak az a szándéka, hogy tulajdonképpen átmenetileg ezeket a hiányokat pótolják ebből a pénzből, ez nem titkolt cél. De épp azért beszélek arról, hogy most ideje lenne, tehát ez egy olyan súlyos és égető társadalmi probléma, hogy végre segíteni kellene az embereket. Nem tudják fizetni ezeket a törlesztő részleteket. Több mint 100 000 olyan hitel van, aminek 90 napot meghaladó már a késedelme. Azért kérdeztem ezt, képviselő úr, mert ugye azok is fizették a magánnyugdíjpénztári befizetést, akiknek nem volt devizahitelük, tehát azért ezt nézzük meg. Én értem, de nem vesszük el az ő pénzüket, mint mondtam, akkor hagyd mondjam végig az egésznek a és a velejét. Ráadásul elvileg, az állam... ugye, bocsásson meg, elvileg, ráadásul ez nevesítve is lesz, ugye ez a menete. Hát de csak elvileg, tehát ezt is igazából rosszul csinálta meg a kormány, mert mi azt mondtuk, hogy valóban szükség van a rosszul működő magánnyugdíjpénztárak államosítására, ahol kidobták az ablakon, és ötszörös működési költséggel luxuskiadásokra használták föl ezeknek a pénztárok mögött álló befektetői körök az állampolgárok nyugdíjbefizetéseit. Úgy kellett volna megcsinálni, hogy a teljes számlavezetés az átkerüljön állami fennhatóság alá, de ugyanúgy megmaradjon.
az a fajta megtakarítás, ami most nem lesz, tehát ez visszamegy a közösbe. Jó, hát most már az egész, az állam csak garantálja. Most már ezen túl vagyunk, egy kicsit úgy tűnik, mintha talált pénznek gondolná. Nem, tehát a probléma az, hogy nem oldották meg még ezeket a devizahiteles problémákat. De akkor hagyd mondjam egyszer már végig. Tehát a forintosítás benne szerepelt a programunkba, ez pedig olyan árfolyamon kell elvégezni, amikor a bankok ugye megkötötték az adóssal a hitelszerződést. Ők akkor fedezetként olyan áron szerezték be ezt a vagyont. Tehát nekik azzal nincs igazából tehát valós költségük. Tehát kötnének ismételten az akkor állami, állami portfólióba kerülne az összes ilyen jelzálogos devizahitel, ami azt jelenti, hogy nem lennének az állampolgárok a bankoknak kiszolgáltatva, hanem állami kezelésbe, biztos háttérrel, akik nem azért működne, hogy hány bőr tudnak még lenyúlni különböző címeken az állampolgárokról, és garantálnák, hogy mindenkinek fedél marad a feje fölött. Ez lenne a nemzeti eszközkezelő, ugye? Ez a kormány nemzeti eszközkezelő, mi krízis alapnak neveztük el, így van. Éppen egy körülbelül egy héttel ezelőtt voltak. Bocsánat, beszéljünk arról, hogy a nemzeti eszközkezelőt megígérte a kormány, az első akcióterve ugye június közepén Orbán Viktor, igen, és utána még egy határidőt adtak október 15-ére, és itt állunk ugye 2011-ben, semmi nincs vele, igen, és a költségvetésben sincs rá pénz. Mondta a kormányzat, hogy amennyiben sikerül a hiányt leküzdeni valamilyen szinten a koranyá, vagy a hát de nem sikerült. Matolcsi György, nemzetgazdasági hát miniszter olyanokat nyilatkozik, hogy piaci hitelt kell felvenni. 600 milliárd forintos hiánycsökkentő programot. Na, ez most egy másik téma, de mondom, hogy Matolcsi György piacról akar hitelt felvenni, és abból akarja finanszírozni azt a megvételt, amiről beszélgetünk, ami az államnak megtérült, tehát hogy a nyugdíj és a jövőre szóló befektetés. Jó, ezzel nem veszítik el a pénzüket, akik nyugdíjat fizettek. Azért kérdeztem a nemzeti krízis kezelőt, mert körülbelül egy 10 nappal ezelőtt az egyik jobbikos képviselővel erről beszéltünk, és azzal mi van? Mert ugye egy héttel ezelőtt dobták be a köztudatba ezt a... Nem, mi már ősszel beszéltünk erről a tervezetről, és pont azért, tehát mert tulajdonképpen akkor most csatolnának pénzt ehhez a kríziskezelőhöz. Ez csak egy lehetőséget mutattunk, tehát azzal tisztában vagyunk, hogy az államháztartás helyzete nehéz. Európai Uniós nyomásra ugye ragaszkodtak ehhez a költségvetési deficithez, ami szintén hiba volt, mert egy gazdaság akkor kezd fejlődni, hogyha megrendelések, beruházások vannak. Aha. Jelenleg olyan a piac állapota, hogy saját maga nem tudja generálni, ezért fontos lenne, hogy állami beruházásokkal induljon be a gazdaság. Na most mi ezt belátjuk, hogy nehéz a helyzet, lenne itt viszont ez a 3000 milliárd forint, amit ugye a magánnyugdíjpénztárakból szereznek. Sokkal hatékonyabb, hogyha így tudnánk felhasználni. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát kivégeztük. Simor András nem sikerült most. Hát, gondolom, hogy összességében ez a vélemény. Hát, mert a forintosítás miatt ez nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen teljesen erről a témáról is így beszéltünk. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Köszönöm.